Együtt tölti a nyári szünetet a 30 éves Csodamalom Bábszínház és a 40 éves Állatkert. A két intézmény összefogott és úgy döntött, hogy a színházi évad zárása után sem szünetelnek az előadások. A művészek június 4-től 10 héten át minden vasárnap kitelepülnek az Állatkertbe. A Vadasparkban így nyáron a 120 állatfaj és fajta mintegy 800 egyedének megismerésén túl báb előadásoknak is örülhetnek a családok. The tail of a puma, egy puma farka. The stripes of a tiger, egy tigris csíkjai. And the head of a wolf, és egy farkas feje. Nem mindennapi előadást nézhetett meg a Csodamalom Bábszínház közönsége szerda délután. Az intézménybe a 10. színházi olimpiának köszönhetően egy világhírű holland társulat érkezett. Az Elfelejtett lények és elveszett ügyek című darab kezdete előtt azonban ez alkalommal a bejáratnál is nagyobb volt a nyüzsgés a megszokottnál. A Miskolci Állatkert dolgozói és apró állatai érkeztek vendégségbe a gyerekek nagy örömére. A látogatás egy együttműködés kezdetét pecsételte meg. Miután hasonló cipőben járunk és hasonló a nézőközönségünk, úgy döntöttünk, hogy ebben az évben egy fúziót kötünk. Ez azt jelenti, hogy az idén 30 éves Csodamalom Bábszínház és 40 éves Miskolci Állatkert együtt tölti a nyári szünetet. Így a színházi évad lezárása után sem marad a közönség bábjáték nélkül. Június 4-én lesz a Csodamalom záró eseményünk, és azután, hogy ne maradjon bábszínház nélkül Miskolc városa, a 40 éves Miskolci Állatkerttel szövetkeztünk, ott épül egy színpad, ahol minden vasárnap egész nyáron, tehát 10 hétvégén keresztül, ugyanúgy, ahogy a bábszínházban megszokott 10 óra 30 perctől lesz egy-egy vásári bábjáték, vagy olyan bábelőadás, ami szabad téren is játszható. Az együttműködés apropóját nem csak a közös születésnap adta. Az is hozta ezt a fúziót, ezt az összekapcsolódást, hogy ugye mi télenbe voltunk zárva, és télen nekik is nagyon-nagyon rossz helyzetük volt. Tehát Isten igazából mi sem tudtunk annyit adni a közönségnek, amennyit szerettünk volna, és ugye ők sem. És ötleteltünk, gondolkoztunk, és arra jutottunk, hogy a célközönség egy, mi nyáron be vagyunk zárva, ők egész nyáron nyitva vannak, és tényleg miért fosszuk meg a gyerekeket attól az örömtől, hogy bábszínházat lássanak. A színpad már épül az Állatkertben, hangzott el a sajtótájékoztatón. A bejárattól nem messze, nem kell nagyon nagy színpadra gondolni, tehát egy néhány négyzetméteres kis színpad, amit elegendőnek gondoltak a bábszínház szakemberei. Én azt gondolom, hogy a régi bábszínházas hagyományokra, a vándor bábszínházas hagyományokra fog alapulni ezek az előadások. Mi pedig nagyon izgatottan várjuk, hogy hogyan fog reagálni a mi látogatóink. Az esemény végén a Csodamalom Bábszínház örökbe fogadta az Állatkert európai szürkefarkasát, és egyúttal örökbe adták az Állatkertnek a 2022-es évad Rákherceg című bemutatójának bábjait.